Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civil rádióban. Salád Gergely vagyok, szerkesztőtársammal Szilágyi Zsolttal együtt üdvözlöm a hallgatókat. A japán társadalom és kultúra mindig jelentősen eltért a nyugatitól, és a nagymértékű modernizáció és nyugatosodás ellenére a szigetország ma is őrzi különleges arculatát. A japán nők helyzete is sajátosan alakult és alakul, akár a párnakönyv udvarhölgyeiről, akár a hagyományos feleségekről és családanyákról, akár a mai politikus és üzletasszonyokról van szó. Az utóbbi években újra sok szó esik a japán nőkről, mivel a japán kormány a nők munkaerőpiaci bevonásával szeretni felpörgetni a hosszú évek óta gyengélkedő gazdaságot. Az Orient Express mai adásában a japán nőkről, női szerepekről lesz szó. Vendégünk a stúdióban Hidasi Judit egyetemi tanár, nyelvész japanológus, Budapesti Gazdasági Egyetem professzora. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civil rádió FM 98-on hallgathatók, hanem az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a SoundCloud-on és a különböző podcast alkalmazásokban, ahol az Orient Express névre érdemes felkeresni. Köszöntjük tehát a stúdióban Hidasi Juditot. Egy személyes kérdés. Ön sokat járt, tanított Japánban. Érezte valaha annak előnyét, hátrányát, vagy bármiféle hatását, hogy nő? Ez egy érdekes dolog. Mindenki azt gondolja, hogy igen. De valójában ugye én elsősorban ilyen akadémiai körökben mozogtam, tehát egyetemi körökben. Ott ennek nem éreztem különösebben hátrányát, bevallom. De minek köszönhető ez? Annak köszönhető, hogy fehér nő voltam. Tehát a fehér nő az majdnem annyit ér, mint egy japán férfi. Úgyhogy ott ilyen megkülönböztetés nem volt. Annak éreztem hátrányát, ugyanakkor meg kell, hogy mondjam, hogy kelet-európai vagyok. Azt mindenképpen az sok szituációban. Tehát kelet-európainak rosszabb lenni, mint nőnek Japánban ezek szerint? Igen, ezt tudom mondani. Ennek mi lehet az oka, hogy tegyünk gyorsan itt? Hát valószínűleg az oka, hogy ugye japánok azok általában nagyon előítéletesek, illetve tehát ilyen sztereotípiákban gondolkodnak, és ez nagyon sokáig azért Kelet-Európa úgy volt elkönyvelve, mint egy Nyugat-Európához képest, vagy pláne Amerikához képest, egy nagyon elmaradott ország, úgyhogy legyen az akadémiai teljesítmény, vagy művészeti teljesítmény, vagy bármi. Az sokszor nem azt mondom, hogy negatív megkülönböztetés, de minden esetre a nyugat-európai vagy az amerikai pozitív megkülönböztetésben részesült, és akkor ebből az jött ki, hogy mi meg nem annyira. Nekünk jobban kellett küszködni. De igazából nekik nem nagyon voltak személyes kapcsolataik Kelet-Európával. Ez egy kicsit ilyen érdekes helyzet számomra, hát, mert ugye nyilván Amerikával kapcsolatban, a nyugattal kapcsolatban voltak negatív tapasztalataik. Ez persze jogos a megjegyzés, csak éppen azért érvényesültek a sztereotípiák, mert nem voltak kapcsolataik. Tehát nem ismerték a nagyon nagy kelet-európaiakat, ugye unblock, úgy egy kicsikét az országot, a régiót, és az ottani embereket is a nyugatiakhoz képest egy kicsikét leértékelték, tehát ezt azért lehetett érezni. No, akkor azt javaslom, hogy térjünk vissza a valódi témánkhoz, a nőkhöz. Hogyan nézett ki a hagyományos japán család? Egyáltalán lehet valamiféle egységes, hagyományos japán családról beszélni, ami mondjuk változatlan volt a 19. század előtt? Igen, a hagyományos japán család ugye hát elsősorban a konfuciánus hagyományokra épülő struktúrákból kifolyólag nagy családrendszer volt, tehát több generáció élt együtt, és a családnak a feje, a fő fej az mindig a legidősebb férfi volt, és hát nagyon nagy tiszteletnek örvendett, és igazából az ő véleménye megkérdőjelezhetetlen volt. Ugyanakkor a családi működést azt mindig az úgynevezett családfő, vagy nem tudom, nagy családfő, klánfőnek a felesége, tehát az idős asszony, az működtette a családot, és hát őnek is ugye egészen kitüntetett szerepe volt, és az összes menyeit és lányait ugráltatta. Tehát tulajdonképpen így. De a gyerekeknek ez, tehát a legfiatalabb generációnak ez jó volt. Nagy családban nevelkedtek, mindig körülvették őket. Felnőttek,
közös étkezések, mindig törődtek velük, rájuk néztek, tehát igazából azt hiszem, hogy gyerek szempontból ez egy jó konstrukció volt. És a családon kívül a nőknek volt bármiféle terepe? Vagy pedig a lányoknak, menyeknek így annyi volt a perspektívájuk az életben, hogy egyszer ők lesznek azok, akik majd ugráltathatják a lányaikat, menyeiket? Igen, ez egy nagyon vonzó perspektíva volt, ha bár itt volt egy úgynevezett sorrendiségi kérdés. Tehát mindig ugye a legidősebb fiú volt az, aki tovább vitte a családi nevet, illetve az egész klánnak vagy a családnak a vérvonalat tovább biztosította, tovább vitte, és az ő felesége lett az, aki aztán ugráltatta tovább a fiatalokat. Tehát itt, de ugyanakkor hozzá kell, hogy tegyem, hogy ez nem egy irigyelésre méltó pozíció volt a nő részére, nő szempontjából, hiszen ennek a nőnek, tehát a legidősebb fiúnak, a feleségének volt a feladata az öregekről való gondoskodás is. Tehát nem csak a háztartás üzemeltetése, hanem az is, hogy megszervezze azt, hogy a tehetetlen, maga tehetetlen öregeket ellássák, stb. Na most ez aztán, ez a 19. században, amikor ugye még alapvetően agrár berendezkedésű ország volt, tehát voltak nagy házak, nagy udvarok, ez jól működött, de amikor bekerült urbanizáció következtében, kislakásokba bekerültek a családok, akkor bizony ez egy nagyon nehéz dolog volt, azért mert a legidősebb fiú feleségének lenni nem volt tulajdonképpen egy jó üzlet, hiszen hiába ő lett a családi örökös, vagy a családi névnek a továbbvivője, a feleségére annyi feladat hárult, elsősorban ez az öregek ellátása, ami nagyon megnehezítette az életét. És a családon kívül volt valami lehetősége a nőknek érvényesülni? Például dolgoztak? Nem volt jellemző. Hát persze, tekintsünk el a háborús időktől, amikor különleges helyzetek voltak, és amikor ilyen gyári munkára befogtak mindenkit, aki mozdítható volt. De mondjuk mezőgazdaságban földeken dolgoztak, igen, és a gyerekeket vitték a hátukon, ugye nagyon sokszor látunk ilyen ábrázolásokat, hogy a kisgyerek rá van kötözve az anya háttára, és egész nap az anya cipeli, ami a gyereknek szintén, megint azt kell mondjam, a gyereknek jó volt, azért mert érezte ezt a testmeleget, a biztonságot, stb. Stb. De az agrárközösségeken kívül, hát esetleg még ilyen kisiparosi, vagy ilyen kézműves manufaktúrákban, ha családi volt a vállalkozás, akkor esetleg befogták a nőt is. De a nőnek az alapvető funkciója és az alapvető szerepe mégiscsak az volt, hogy a háztartás működtetése, tehát hogy menjen a dolog, hogy férje el legyen látva, a férjet otthon egy ilyen biztonságos háttér várja, a gyerekek rendben legyenek, gyerekeket iskoláztassák, stb. Ilyen szervező szerep nagyon fontos volt. A nyugati kultúrában, popkultúrában a gésákkal kapcsolatos könyveknek, meg filmeknek se szeri, se számuk túl romanticizálják, túl idealisztikusnak tartják ezt a szerepet, vagy valóban mondjuk a gésáknak a szerepe az valamiféle kitörést jelentett a hagyományos társadalomban a nők számára? Vagy pedig ezek egyszerűen egyfajta rabszolgák, vagy szolgai sorban élő nők voltak? Két értelemben volt ez kitörés, ugye azért, mert gésa növendéknek olyan családok adták a gyerekeiket, lányaikat, akik egyébként azokat a lányokat odahaza nem tudták volna ellátni, mert olyan nagy szegénységben, nyomorba éltek, tehát ezek nagyon alsó osztályból származó leányok voltak, akiket aztán nagyon gondos munkával, évtizedes neveléssel szépen kiműveltek. Tehát ez volt egyfajta kitörés a kis gésa növendéknek. A másik kitörés az volt, hogy a gésák, amikor már a gésa státuszt elérte valaki, akkor pedig hát erősen más volt az ő élete, más volt az ő szerepe, és mások voltak a lehetőségei, mint a hagyományos családba élő nőknek, ez kétségtelen. Tehát magasabb körökbe kezdtek mozogni, nagyon kifinomult művészeti teljesítményekre lettek képesek, ennek megfelelően ilyen körökben művelődtek, csiszolódtak, tehát egy teljesen más életvitelt tudtak vinni, mint az átlagos japán nő. A szerelemnek volt bármiféle szerepe a hagyományos japán társadalomban? Hagyományos japán társadalomban
olyan értelemben volt, hogy a szerelem volt a kivétel. Tehát a norma az volt, hogy a házasodások, házasságkötések, családalapítások azok racionális megfontolások alapján, illetve a szokásjog szerint történtek. De voltak mindig ilyen romantikus történetek, amikor szerelmesek egyik családból és a másik családból megszöknek, elszöknek, tengerpartra mennek, tengerbe vetik magukat, magas hegyre mennek, hegyszikláról levetik magukat, és ezek ilyen borzasztó romantikus és sokakat megríkató kivételek voltak, és ezt ilyen nagy csodálattal, és egy kis nosztalgiával, nem is tudom, hogy ilyen kis vágyakozással olvasták a japánok, hogy hű, ilyen is van. Még egy kicsit visszatérve így a kivételekre, meg ugye, hogy beszéltünk a gésákról, hogy azt tudjuk, hogy Koreában, amely nagyon erősen konfuciánus társadalom, ott a nőknek egy kitörési lehetőség volt, hogy egy ilyen fajta szakrális szerepet játszva sámánokká váltak, és akkor így a közösségnek gyakorlatilag egy fontos igényét kiszolgálták. Hogy Japánban bármi ilyen jellegű tevékenységet végeztek a nők, vagy végezhettek egyáltalán? A sámán hagyományoknak nem volt akkora szerepe a japán kultúrában, mint Kelet-Ázsia, vagy Ázsia, mondjuk Közép-Ázsia, mondjuk Mongólia például, vagy nem tudom, Korea. De így a vallásokkal kultúrákban. A vallásokkal kapcsolatban nem feltétlenül, ha nem sámán kategóriákban gondolkodunk, akkor viszont nagyon nagy szerepe volt a sintoizmusban a japán nőknek, hiszen a sintó vallás, ami ugye kevesen tudják, hogy ez egyetlen olyan vallás, ami csak Japánban létezik, a sintó. Istenek útja, az a jelentése a szónak. Tehát tulajdonképpen animizmus, azaz sokisten imádat, tehát minden tárgynak vagy dolognak van istene, és a sintoizmusban a úgynevezett templomszolgák, tehát templomszolgák, illetve mondjuk, hogyha európai kategóriákban gondolok, mondjuk a minisztránsok, vagy nem, azok tulajdonképpen lányok, és azok fiatal lányok, gyönyörű, hagyományos ruhákba öltözve, akik ilyen rituális, hát tulajdonképpen szakrális ilyen táncokat lejtenek, különböző előadásokat tartanak a mai napig, úgyhogy papnők léteznek, igen, a sintó vallásban a mai napig. Hidasi Judit professzorasszony, japanológus, akivel a japán női szerepekről beszélgetünk. Eddig a hagyományos japán családról, japán női lehetőségekről volt szó. Térjünk át egy picit a modern korra, illetve a mai Japánra. Ugye a 19. században megkezdődött Japánnak a villámgyors modernizációja, némileg nyugatosodása. Ez mennyire hatott a japán női szerepekre, illetve a család szerkezetre? Hát borzasztóan hatott. Részben a nyugatosodásnak mondjuk a legfontosabb hozadéka ebből a szempontból az az urbanizáció volt. Tehát egyszerűen ezek az agrár közösségek felbomlottak, és nagyon sokan fiatalok, főleg a városokba áramlottak, ott alapítottak családot. És ez magával hozta azt, hogy megbomlott ez az úgynevezett nagy család rendszer,
és a városokban kialakultak az úgynevezett, úgy hívjuk, hogy ezek az atomizált családok, amikor csak szülők vannak és a gyerekek. Na most ennek a rendszernek jellemzője az volt, hogy a férfi a kenyérkereső, az asszony az otthon teremtő, illetve az otthon melegét és az otthon biztonságát garantáló személy, és a gyerekek nevelése az ő kezében volt. Na most itt ugyanakkor egy nagyon érdekes fordulat az, hogy ahogy a férfiak elkezdtek részben iparban, részben pedig vállalatoknál dolgozni, tehát közalkalmazottak lettek, alkalmazottak lettek, akkor kialakult az a rendszer, hogy a férfiak a fizetését az nem a férfi kapta meg, hanem a nők, tehát az asszonyok. És ez a japán nőknek, tehát ez különösen 20. századra nagyon jellemző, egy ilyen hihetetlen nagy látens erőt adott. Tehát igazából náluk, ők voltak a pénzügyminiszterek a családban, és a nő visszaosztott pénzt a férfinek, zseppénzt kvázi, amiből a férfi ugye minden nap megvehette a ebédjét, vagy a sarki büfébe, vagy sarki kifőzdébe, vagy este, hogyha esti ivászatokra került sor, akkor a munkatársaival elmehetett inni. De az egész pénzkezelés és a háztartás működtetése az átkerült a nőhöz. Na most ebből a nők bizony hihetetlen nagy erőt kovácsoltak maguknak, és ez ugyanakkor ez kívülről nem látszott. Tehát, illetve mai napig nem látszik, mert mai napig az a szokás, hogy megjelenik egy pár, vagy mondjuk egy házas pár, akkor a külvilág felé úgy van tálalva a dolog, hogy a férfi képviseli az erőt, a hatalmat és a tekintét, és a nő az pedig hát inkább ilyen másodszerepben valóban nagyon sokszor mögötte tipeg, vagy így háttérbe húzódik. Valójában azonban ő rendezi a számlát, ő fizet, ő intéz mindent. Tehát erre szokták mondani, hogy japán nők annyira okosak, hogy megadják a férfiaknak ezt a lehetőséget, hogy villogjanak, mint hogyha ők lennének a nyerekbe, ugye ők lennének hatalmasok. Hát ebbe valóban van valami, azért, mert japán nők a külvilág előtt egyetlen japán kultúra látszatra rengeteget ad. És a látszat nagyon fontos. És a látszatban megőrződött ez a, hogy erős férfi és engedelmes nő. Tehát így tűnik, de valójában, ha mögé nézünk, akkor hát mások az erőviszonyok. Hát egyébként jelen időről beszélünk? Tehát itt a ma is így néz ki ez a dolog? Ma is így néz ki ez a dolog. Ez igazából ugye főleg a második világháború után, amikor elindult japán gazdaság, az a hihetetlen gazdaság fejlődés, amikor az alkalmazotti réteg kialakult, akkor ez egy ilyen struktúrává alakult át, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon, nagyon jól működött tulajdonképpen. Most itt, bocsánat, itt hadd mondjak egy nagyon fontosat, hogy a Japánban a férfi-nő kapcsolatban, házasságban nem partneri kapcsolatról van szó. Tehát nem partnerek, nem kvázi egyenrangú partnerek, hanem inkább egy anya-fiú kapcsolatnak a továbbviteléről van szó. Tehát a férfi mindaddig, amíg meg nem házasodik, addig ugye az anyai közelséget odahaza élvezi. Tehát Japánban nem szokás az, hogy valaki szüleitől külön megy és albédet. Nem. Addig, amíg meg nem házasodik, általában együtt élnek a szülőkkel. Akár lány, akár fiú. És a fiú, amikor megnősül, akkor az anya szerepét részben a felesége veszi át. Tehát a feleség az inkább egy ilyen gondoskodó, elnéző, a biztonságot garantáló, a ruháját kikészítő, az ebédjét, vagy a vacsoráját megmelegítő. Tehát egy ilyen személy lesz, és hát ez nagyon-nagyon sok férfinak nagyon tetszik azért, mert nagyon kényelmesnek gondolja, de ez se nem szerelmi kapcsolat, se nem partneri kapcsolat. De akkor ez a helyzet, ez tulajdonképpen eléggé infantilizálja is a férfiakat, miközben ugye első ránézésre azt látjuk, hogy Japánban a férfi az erő, a férfi a családfő, stb. Ezek
gyakorlatilag csak klisék, amiket mi látunk, és belülről inkább az van tényleg, hogy akkor egy ilyen kis fiúcskával kell kezdeni valamit igazából. Hát köszönöm, kedves Zsolt, hogy megfogalmazta ezt helyettem, de valóban ebbe van valami. És talán pont azért, mert ez a kapcsolat létezik házon belül, talán pont ennek kompenzálására van az, hogy házon kívül pedig a mai napig úgy tűnik, és úgy tűnik a külvilágnak, hogy a férfi kezében van a hatalom. És akkor még egyet, hogy kérdezzek ezzel kapcsolatban, hogy nem feltétlenül ezzel, de mondjuk a pénzügyekkel kapcsolatban, hogyha a pénztárcát a nők kezeli, akkor nyilván a nők szerepe a gazdaságban is nagyon fontossá válik, például a szolgáltató szektor szempontjából, mert ugye meg kell célozni egy olyan közösséget, egy olyan társadalmi réteget, akiknél a pénz van gyakorlatilag, és őket kell meggyőzni arról, hogy bizonyos dolgokat megvásároljanak, akár a férjüknek, akár maguknak, akár a családjuknak, hogy elköltsék a pénzeket. Erről lehetett olvasni, hogy ilyen értelemben az utóbbi időben a nők gazdasági szerepe rendkívül megnőtt. A gazdasági szerepe olyan értelemben nőtt meg, hogy miután nem csak, hogy a nő kezeli, hogy úgymond kezeli a pénzt, de a döntéseket is, hogy mit vegyenek, nagyon sokszor tényleg a nők hozzák. Ennek két oka van. Egyrészt ugye, mert a forrás nála van, másrészt pedig egyszerűen a férfinek nincs ideje ilyesmivel foglalkozni. Tehát az, hogy milyen kocsit vegyünk, az esetek 70%-ában a nő dönti el. A nő begyűjti az információkat, és nagyon sokszor, amikor a tényleges kocsi vásárlásra kerül a sor, akkor a nő fogja megmondani. Hát most nem akarok olyanra kitérni, hogy kicsit önkritikusan nőknél mondjuk olyan szempontok vannak, hogy milyen színű, meg stb. De mindegy. Én akartam mondani, hogy úgy is néznek ki a japán kocsik. De hát nagyon-nagyon-nagyon számít. Hát a marketingesek ezzel külön foglalkoznak. Na most például az egyik autóipari vállalat Japánban az úgy tudta a bevételeit növelni, hogy a kifejezetten a front emberek közé, tehát akik találkoznak a bejövő vásárlókkal, oda nőket, több nőt vett fel, azért, mert a nők azok pontosan tudták, hogy a betérő, még csak szaglászni betérő női vásárlók, akik körülnéznek, hogy azoknak mi kell? Olyanok kellenek, hogy mekkora a csomagtér. Meg, hogy be lehet-e a gyerekülésnél az övet ide meg oda dugni, meg hogy lehet-e vezetés közben itatni a gyereket. Szóval ilyen praktikus dolog. Na most ilyen szempontok érvényesülését ezt elkezdték gyakorolni, illetve vizsgálni, és ahogy ez bejött, megugrottak az eladások azért, mert ezek szempontok voltak. Tehát fantasztikusan sokat jelent ez a női vásárlóerő, ez az egyik. Másik. Jelenleg az a tendencia, hogy a fiatal lányok, akik még nem házasok, mert ugye elvégezték az egyetemet, munkába álltak, és hát még odahaza laknak a szülőkkel, 28-30-35 évesek, pénzük van, hiszen önmagukra költik, mert a szülőkkel laknak, és hatalmas vásárlói potenciált képviselnek. Na, ez megint egy külön szegmens, mert ezek az úgynevezett luxus cikkeknek a piaca, ahol a divat cikkektől kezdve a táskákon át, a utazásokig, a nem tudom, kozmetikumokig, minden képviselve van, és hihetetlen összegeket költenek el a japán lányok. Őket látjuk itt vihogni a Hősök terén meg a Budai Várban? Pontosan. Tehát ez egyébként most egy nagy probléma, és akkor, hogyha visszatérünk a családszerkezethez, hát ugye egész a japán gazdaság felfutásáig ugye működött ez a szülők és két gyerek modell. Aztán egyre kevesebb lett a gyerekek száma, és most már jó, hogyha születik egy gyerek, jó esetben születik egy gyerek, és most már eljutottunk odáig, hogy egyre több lány, fiatal lány, vagy nő, mondjuk így, inkább a szingli életformát választja. De nem úgy szingli, nem nyugat-európai értelemben szingli, hogy önálló lakást bérel, és nagyon sokszor ezek a szinglik, ezek odahaza maradnak a szülők nyakán, hogy úgy mondjam, és úgy is hívják őket, hogy parazita szinglik, tehát parasite szingli, és őnekik ugye van pénzük, és hát nagyon sokszor ők kifutnak az időből, mert várnak, még nem megyek férhez, mert még ez egy érdekesebb életforma, egy izgalmasabb életforma.
És akkor igen, és akkor egy falkába elmennek külföldre, vagy elmennek utazgatni, vagy programokat szerveznek. És ezekben az anya-gyerek kapcsolatra hasonlító házasságokban a szerelemnek van szerepe? Tehát ma alapvetően szerelmi házasságok kötetnek, vagy továbbra is a családfők, vagy a családi tanács alkuszik meg a másik családi tanáccsal, hogy a fiatalok egybe kelnek-e? Közvetlenül Japánban nem szokás az egyik családnak tárgyalni a másik családdal, hanem mindig közvetítők vannak. Hát ennek sok kulturális... Ezek most is van? Most is meg vannak? Abszolút vannak házasság közvetítő intézmények, akár élők, tehát live, tehát emberek, és hát rengeteg internetes ilyen közvetítő szervezet is van. És hát, hogy van ez, tehát a japánok szeretnék azt elhitetni a világgal, hogy újabban ők csak szerelem alapján házasodnak. Hát ez, hogy is mondjam, lehet, hogy a látszat ez, de valójában azért a közvetítőknek a szerepe abszolút döntő még mindig. Tehát az én tapasztalataim, benyomásaim szerint, ami úgy tűnik, minthogyha véletlen ismerkedtek volna, meg az se véletlen, azért, mert az is meg lett szervezve. Úgyhogy én az érzésem, az magánérzésem, hogy 70-80% még mindig nem véletlen, és nem biztos, hogy szerelem alapján, hanem különböző kalkulációk alapján. Azt sajnos van egy olyan jelenség, hogy a japán nők, lányok, fiatal lányok, ezek a bizonyos parazita szinglik, egyre inkább nagyon racionális érvek vagy szempontok szerint választanak partner. Tehát egyik első kérdés a jövedelem az illetőnek. A jövedelme tehát egyáltalán nem a személyiségért szeretnek meg, vagy mennek hozzá valakihez, hanem ott nagy kőkemény diskurzus. Tehát majd például úgynevezett vakrandik is úgy vannak megszervezve, hogy évi jövedelem kategória szerint. Tehát, hogy nem tudom, valakinek az évi jövedelme a férfinek 15 millió jen, vagy 30 millió jen, vagy nem tudom hány millió jen. És ezek ilyen csoportokban vannak osztva, ezek a folyosókon, és akkor van a legalsó kategória, azok meg bemennek a 10 milliósba, a másik bemegy a 16-ba, le se ül tárgyalni egy másikkal. És milyen alkupozícióban vannak ma ezek a fiatal lányok? Tehát milyen a társadalom szerkezete, hogy ugye azt tudjuk, Kínában sokkal több a férfi, ennek is kulturális sokai vannak. Japánban mi a helyzet, hogy itt viszonylag könnyű találni párt magának az embernek, ha jó jövedelme van, vagy csak az számít, hogy jó jövedelme van? Azt gondolnánk, hogy tehát demográfiailag, ha nézzük, akkor a balansz az él, tehát körülbelül olyan arányban vannak fiúk és lányok, mint amilyennek kell lenni egy átlagos társadalomban. De a férfiak, azt kell, hogy mondjam, nagyon sokszor gyámoltalanabbak, mint a lányok, tehát mint ezek a fiatal lányok, és egyre inkább eltolódik egy házassági döntés a lányok oldalára. Tehát újabban nem a férfiak fogják kiválasztani a feleséget, hanem a lányok fogják kiválasztani a jövendő férjet, tehát itt tartunk. Hát egyáltalán csökken a fiatalok száma, ugye ez is egy nagyon nagy probléma, tehát nagyon kevés gyerek születik, kevesebb, mint Magyarországon. Tehát igazából érték egy fiatal nő, és hát ezzel vissza is élnek. Tantakatan, 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 tum! アッキシ君の異常来カックミスミザメのボリベツ髪エベツ曲身歌ないしも顔現別ワッサム後校舎マンベラシクルチリップライキシクッチャンタンタカポンポロと北平村南ポロばっかいホロマンリキビルネイラクべっかりタルマップアッキシ君の異常来カックミスミザメのボリベツ髪エベツ曲身歌ないしも顔現別ワッサム後校舎マンベラシクルチリップライキシクッチャンタンタカポンポロと北平村南ポロばっかいホロマンリキビルネイラクべっかりタルマップ
Shujiramiru okako enage makkaushu no naka higari goke Wakanai de watch your head Notsu kakkari Sapporo tokedai Miyu wasabi na Kurae maru-chan yakisoba bento Oishii kaisen don Chushoku tsukiden Yukai-chuu tenbou tou kara goma azarashi to no hachisaimen Yomen Ishikari-gawa kouri no objecto dangai zattoki 20 kilometer Fumikawa kenbuchi otoine Shinchitose kuukou Sapporo otarukan Zuwaigani to yonshu jingisukan Chiribetsu warabida Nika whisky koujo factory Damn Kizai-teki 5 bai no oshiku no wa fuchou miro kikko まんめんに最高だないトゥナイヤ系の綺麗なデートは函館か名森赤レンガ倉庫ヘビユーシャクシャクシャクシャイン知恵中町いつもかむこなかむくたんトカチバーベキューと白い恋人業者ニンニクマラセーバーターさんロッカティー火の富山バームクーヘン白雲と氷ばかまくるで雪と光織りなす祭典祭典ジムに売れてる白熊ラーメン買いな朝日山動物園スノーモード通り過ぎ標高園粉雪散らす3回転して楽しくミュージックノースター行くぜ試される大地北海道 Továbbra is az Orient Express a civil rádióban. Vendégünk Hidasi Judit egyetemi tanár, professzor, akivel a japán nőkről, női szerepekről beszélgetünk. Az utóbbi években azért is kerülnek sokszor szóba a japán nők, mert hogy az Abe Shinzo féle kormányzat a nők munkaerőpiacra való bevonásával szeretne némileg enyhíteni a japán gazdaságon, amely ugye már évtizedek óta elég súlyos problémákkal küzd. Mi volt a kiinduló pont? Tehát mondjuk Abe hatalomra lépésekor a nőknek nagyjából mekkora része dolgozott? Ez egy érdekes kérdés, hogy a nőknek mekkora része dolgozik. Tudnék, ugye a japán statisztikák például a női munkavállalásnál nagyon sokáig nem kategorizálták, nem választották külön azt, hogy valaki milyen státuszban dolgozik. Tehát amiket láttunk statisztikailag, hogy ki lehet mutatva, hogy mondok valamit, korábban 53% dolgozott, aztán 58%, aztán most már statisztikailag 66%. Hát igen, ennyi nő vállalt, vagy vállal munkát. De milyen munkát? Ez a nagy kérdés. És az, hogyha megnézzük, hogy milyen munkát, akkor bizony ki fog derülni, hogy a nők többsége az nem teljes munkaidőben dolgozik. És ez egy óriási különbség a európai viszonyokhoz képest. Tehát a nőknek a kétharmada az nem teljes munkaidős, hanem részidős. A részidős az terjedhet a heti 3 órától egészen a, mit tudom én, heti 26 óráig, vagy nem tudom, bármi. De ennek oka van. Ennek nagyon egyszerű oka van az, hogy a házas pároknál adókedvezmény, családi adókedvezmény csak akkor kap a férfi a fizetése után, amennyiben a felesége nem keres, jelenleg már fölemelték, jelenleg már másfél millió jen, a felesége nem keres többet évente, mint másfél millió jent. Vagyis egy nő ellenérdekelt abban, hogy házasnő, hogy munkát vállaljon, hiszen akkor elvesztik a családi adókedvezményt, akkor többet veszít a vámon, mint amit szoktuk mondani, hogy tehát amit megkeres a réven, azt elveszíti a vámon. Tehát éppen ezért nem vállal. És akkor olyat vállal helyette, hogy nem tudom, heti kétszer 3 órás kiszolgálás a sarki könyvtárba, ahol ilyen, nem tudom, kiadja a könyveket. Ez akkor ő bekerül a statisztikába, mint munkavállaló nő. Na most ez statisztika alapján nagyon magas a Japánban munkát vállaló nők száma, 68% körül, ami magasabb, mint az Egyesült Államokban, azért azt hiszem ott 65%. Tehát ez egy torzít ez az arány, vagy ez az adat. Úgyhogy igazából addig, amíg nem változik ez a törvény, tehát az adózási törvény nem alakul át, addig nem nagyon várható, hogy komolyan megváltozik a nőknek a munkavállalási kedve, illetve
a munkavállalási lehetősége, mert egyszerűen nincs értelme. És ez nem változott? Tehát az Abenomics-nak nevezett, vagy Abenomics részét képező Womenomics nem törekedett arra, hogy éppen ezeket a szabályokat megváltoztassa? Igen, 2013-ban kezdte Abe Shinzo miniszter, akkor ugye újra megválasztott miniszterelnök bevezetni az ő saját gazdasági reform politikáját, amit nevezünk Abenomicsnak, és annak egyik pillére ez a Womenomics, tehát ugye a nők gazdasági szerepvállalásának a növelése. De ez csak az egyik pillér, ez az egyik. Másik dolog az, hogy a Womenomics maga az legalább ilyen 8 darab alkategóriából áll. Tehát különféle intézkedések történtek, kezdve a bölcsödék számának a növelésétől, a különböző, nem tudom, munkaidő struktúrák megváltozásáig, az úgynevezett atipikus munkavállalási lehetőségek bevezetésétől, a nagyvállalatok premizálásáig, ha nőket alkalmaznak, stb. Stb. Tehát nagyon sok ilyen al fejezetből. Annak csak az egyik fejezete ez az úgynevezett adótörvényeknek a megváltoztatása, csak hogy az adótörvények megváltoztatása ugye Japánban is nagyon nehézkes dolog, azért mert ugye a parlamentben ugye alsóház, felsőház, stb. Tehát amíg ezek a döntési folyamatok átmennek, az nagyon hosszú idő, ráadásul nagyon vitatott. Nagyon vitatott azért, mert ellenzékiek azt mondják, hogy helytelen a nők munkavállalását erősítendő különböző politikákat bevezetni, ha egyszer csökken a gyerekszám, inkább tartsuk a nőket otthon, és inkább az otthon maradó nőknek biztosítsunk olyan lehetőségeket, hogy még vállaljanak, ne csak egy gyereket, hanem még legalább még egy gyereket. Tehát ilyen törekvések is vannak, úgyhogy nincs könnyű helyzetben a Abe Shinzo. Ezzel együtt van egy-két lépés, ami feltétlenül azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon pozitív változás, például a bölcsődei férjek száma tényleg megnövekedett. A nőknek ezt a bizonyos kereseti, évi kereseti limitet 1 millió jenről felemelték 1,5 millió jenre, akkor az úgynevezett gyes, vagy nem tudom, ami azt, annak az összegi arányát is megnövelték, akkor lehetővé tették férfiak számára is, hogy otthon maradjanak a gyerekkel. Persze a japán férfiak ugye nagyon vállalati érdekeket maximálisan szem előtt tartva, hát nem igen vesznek, de létezik a lehetőség, de nem igen veszik igénybe, mit azt hiszem 2,6%-uk vette igénybe idáig, és nem vagyok benne biztos, hogy Magyarországon ennél magasabb, nem? Nem tudom, hogy Magyarországon, de itt az a különbség, hogy a Japánban bekerül a statisztikába az a férfi, aki 3 napra maradt otthon, akkor ő már úgy szerepel, mint aki igénybe vette ezt a lehetőséget. Magyarországon azért azt hiszem, hogy több hónapig vagy fél évig otthon kell maradni ahhoz, hogy úgy minősüljön egy férfi, hogy ő vette igénybe a gyest. Tehát itt megint ugye a statisztikáról van szó, hogy azt, hogy olvassuk, vagy hogy értelmezzük. A nők, egyrészt azt szeretném kérdezni, hogy a nők mit szólnak ezekhez az intézkedésekhez, tehát ők inkább egyfajta kitörési pontként tekintenek erre, hogy lehetőségük van részt venni az ország gazdasági életében, és hogy új munkát, hogy teljes értékű munkát vállaljanak, vagy inkább a hagyományos szerepeknek egyfajta áttransformálásában érdekeltek, és akkor megmarad ez a nagyon kényelmes élet, mondjuk, amiről az előbb beszéltünk. Ez az egyik kérdés, a másik pedig csak így hozzávetőlegesen, hát azért így szerintem lámpával kell keresni azt a japán férfit, aki hajlandó ezt felvállalni, hogy otthon marad a gyerekkel, nem? Tehát azért ez eléggé távol áll a hagyományos struktúráktól. Igen, egyetértek, hogy eléggé, ez megint kivétel, tehát van, ikumennek hívják azt a férfit, aki hajlandó a gyerekeivel foglalkozni, ahelyett, hogy munkával foglalkozna, és akkor ezekről a példányokról, ami egy-egy, ezekről nagyon sokszor kikészítenek ilyen tévé riportokat, meg filmeket, akkor azt bemutatják, akkor sokan megtapsolják, stb.
Tehát megint az, hogy létezik ilyen, csak nagyon kevés, és inkább a kivételt jelenti. A nők, hogy viszonyulnak ehhez a dologhoz, hát azt kell, hogy mondjam saját tapasztalatból, hogy ugye van az a típusú nő, aki szeretne kibontakozni, hogy úgy mondjam, karriert csinálni. Csak ez a típusú nő, ez ideig is csinált karriert, és akkor általában japánok nem szeretik a párhuzamos dolgokat, tehát ha ő karriert csinált, akkor karriert csinált, és nem vállal gyereket egyáltalán. Szépen haladt a ranglétrán, de ennek az volt az ára, hogy lemondott a gyerekvállalásról. Tehát a legtöbb, akiket ismerek, és akik ilyen karriert csináltak, az ebbe a kategóriába tartozik. A másik típusú nő meg úgy van vele, hogy jaj, hogyha majd ez a formáció lesz a divat, vagy majdnem, hogy kötelező, vagy az elvárás, hát akkor majd még többet kell otthon dolgoznom. Tehát egy kicsikét a párhuzamosságtól félnek. Hogy oldom meg azt, hogy dolgozok, és az otthoni munkát ellátom. Plusz még mindig nincs megoldva az öregek, betegek, elesettek, mondjuk beteg gyerek, beteg szülőnek az ellátása intézményesen. És ennek a dolognak a megoldására újabban ugye megváltoztatták egészen különleges módon, mert Japán idáig tartotta magát, hogy nem enged be vendégmunkásokat, és most vízum engedményt tettek, hogy vendégmunkások ilyen célból, tehát ápolók bejöhetnek, és hát ilyen családok akkor felbérelhetnek ilyen személyzetet. Úgyhogy bizonyos elmozdulások vannak, de nehogy azt higgyük, hogy ilyen egyértelmű örömújongás fogadja ezt a politikát, mert mindenki látja, hogy igazából ez egy gazdasági reform intézkedés. Nem a nők jogainak, vagy a női potenciál kibontakoztatásáról van szó. Tehát nem az a nyugat-európai értelembe vett, hogy a női kiteljesedésnek egyik útja, szó sincs róla. Ez inkább egy gazdaságpolitikai intézkedés. Tatoeba, kimi no kao ni mukashi yori shiwa ga fuete mo sore demo ii nda boku ga kita o omou you ni ikke naku natte mo kokoro no uta wa kimi de afurete iru yo takai koe mo dasesu ni omoi tori itae nai sore demo unazuki nagara issho ni utatte kureru kana oren bakari no hakushu mo hibiki wataru kansei mo iranai kimi dake wakatte yo wakatte yo dare yume ga kanatta no oniai no kotoba ga mitsukaranai yo dare yume ga kanatta no aishiteru tatta ichido no tatta hitori no umarete kita shiawase ajiwatte ru nda yo kyou ga maindishu de owari no hi ni wa amazuppai desato taberu no yamamoto ni mo zenbu furu kousu de ki ga kiku yona kotoba wa iranai subarashii tokubetsu mo iranai tada tsutto tsutto soba ni oite ite yo boku no omoi wa toshi o toru to fuete ku bakka da suki da yo wakatte yo wakatte yo ne dare yume ga kanatta no oniai no kotoba ga mitsukaranai yo dare yume ga kanatta no ai ga afurete yuku
Ez itt továbbra is az Orient Express, vendégünk a stúdióban Hidasi Judit professzorasszony, japanológus, akivel a japán nőkről, a nők helyzetéről, női szerepekről beszélgetünk. 2016-ban kisebb szenzációt keltett, hogy első nőként egy bizonyos Koike Yuriko lett Tokió kormányzója. Van arra esélye a japán társadalomban, hogy nem csak így szigetszerűen töltenek be ilyen fontos politikai pozíciókat nők, hanem teljesen általánossá válik, hogy nők is politikusok, döntéshozók lesznek? És van arra esélye, hogy például belátható időből női miniszterelnöke legyen Japánnak? Érdekes módon ugye Japánban is ugye érvényesült az a dolog, hogy azok a nők, akik politikai karriert futottak be, mondjuk parlamenti képviselők lettek, vagy miniszterek, azok általában dinasztikus öröklés folytán kerültek oda, tehát a családjuk, a politikus család volt, és ő is belenőtt ebbe a feladatba, ilyenre több példa volt korábban. Azonban Koike Yurikónál ott az az érdekes, hogy ő ugyan korábban volt, tehát miniszteri gyakorlata van, államigazgatási gyakorlata van, vezetői gyakorlata van, és hát az LDP, tehát a Japán Demokrata Párt, Liberális Demokrata Pártnak egy tagja volt, amiből azóta kilépett, és egy saját formációt hozott létre, de minden esetre, tehát ő nem volt tapasztalat nélküli ember, ugyanakkor azt hiszem, hogy ő különbözik ettől a fajta, hogy úgy mondjam, hogy beleül a kész öröklött. Nem. Ő egy nagyon elkötelezett, nagyon céltudatos, nagyon tudja, hogy mit csinál, és mit akar csinálni, és mit lehet csinálni. Hozzá kell tennünk, hogy előtte Ishihara Shintaro, tehát a korábbi eléggé nacionalista tokiói főpolgármestert követően ketten is voltak, akik főpolgármesteri rangot szereztek, és mind a kettő belebukott korrupciós ügyekbe. Na most ez a politikus nő, Koike Yuriko, ő nem. Ő korrupciótól mentes, nyelveket beszélő, ami Japánban nagyon nagy különleges kincs, tud arabul, angolul, és egy nagyon karakán alkat. Na most én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ő, tehát személyesen esetleg ilyen babérokra tör, és azt se tartanám elképzelhetetlennek, hogy ezek beteljesülnek, ezek a vágyak. De azt kell, hogy mondjam, ez megint csak a kivétel lesz. Tehát ha lesz ilyen, akkor az kivétel. Az erősíti a szabályt. Mert egyébként a Japánban a női politikai szerepvállalás az eléggé alacsony. Mondjuk Magyarországnál egy kicsit jobb az arány ugyan, mert nálunk végképp nagyon alacsony, de Japánban is ilyen képviselők, tehát parlamenti képviselőkön 12% körül van. Jelenleg volt, amikor pár éve 16% volt, de jelenleg 12%. Most ez az a terület, ez az a terrénum, ami tulajdonképpen Japánt hátra sorolja, mindig van ugye ez a globális nemek egyenlőtlenségi indexe. És ebben a tekintetben Japán ugye az utóbbi két évben hiába van a Womenomics politikája, mégis hátra sorolódott, tudnék a politikusok száma és a politikusok súlya csökkent. Női politikusok súlya. Hát ez alól kivétel Koike Yuriko, aki idáig nagyszerűen csinálta a dolgát, és hát a 2020-as olimpiáig valószínűleg fogja is csinálni, mert ő neki ebből egy sikertörténetet akar kihozni. Az, hogy ő esetleg ilyen kivétel, és hogy mondjuk nehéz lehet, vagy nehéz lesz a továbbra is a női politikusok dolga Japánban, ez nem abból is adódik, hogy esetleg maguk a nők sem fogadják el ezeket a szerepeket? Tehát nem evidenciának tűnne, hogy a nők fognak szavazni egy japán politikus nőre, de nem biztos, hogy ez teljesen evidens. Igen, ugye itt az effektus lép be, mint ami egyébként Magyarországon is tapasztalható, hogy nagyon sokszor nők például azért szavaznak férfire, mondjuk egy, nem tudom, megyei önkormányzat vezetőre, mert azt gondolják, hogy a férfinek több ereje lesz, több hatása lesz, hogy nagyobb előnyöket szerezzen a területének. Tehát egész egyszerűen úgy érzik, hogy egy férfinek a lehetőségei jobbak, és ezáltal az egész régiónak akkor jobb. Tehát nem azért, mert megkérdőjelezik a képességeit a nőnek, nem. Tehát tudják, hogy a
ragyogó képességű nők vannak, ugye egyre több ragyogó képességű nő van Japánban, hiszen nagyon magasan iskolázottak, jobban iskolázottak, mint a férfiak, azt kell, hogy mondjam. De félnek attól, hogy még mindig nem elég az érdekérvényesítő képességük a nőknek, és ezért nem bíznak bennük. Arra van bármi esély, hogy a császári trónt valaha nő töltse be? Vagy ez már nagyon a fantázia birodalmába tartozik, ez az elképzelés? Ó, hát ez nagyon a fantázia birodalmába tartozik. Ugye tudjuk, hogy egyébként nagyon aktuál, már olyan szempontból aktuális a kérdés, ugye, hogy 2019. április 30-ával mond le a jelenlegi uralkodó császár, a Kitó császár, és fia Naruhito trónörökös veszi át a császári trónt május 1-ével. De a császári családban az egyik nagy probléma az, hogy úgynevezett császári családtagok száma az nagyon limitált. Egyrészt limitált, másrészt pedig ami az utódlást illeti, tulajdonképpen a fiatal generációból ott csak egyetlen fiúcska van. A Naruhito herceg öcsének a harmadik gyereke, aki számításba jöhet, mint örökös. És ez azért van így, mert érvényben van egy olyan szabályzás a császári udvar protokolljában, hogy az a leány, az a arisztokrata leány, aki megházasodik és nem arisztokratához megy hozzá, hanem közemberhez, az kiírja magát a császári családi regiszterből. Tehát megszűnik továbbra is az lenni. És ezáltal a lányok, hogyha úgynevezett kiházasodnak ugye, ebből a körből, ők megszűnnek, ők eltűnnek, és nekik mondjuk hiába lesz fiú gyerekük, vagy nem tudom. Egyenlőre nem úgy néz ki. Nagyon, nagyon merev a császári udvar, nagyon merev, nagyon szigorú a protokoll, nagyon tartják magukat, és miután ez a fiúcska megszületett, hát most már ő is azt hiszem ilyen 10 év körüli, ezáltal idézőjel megoldottnak gondolják azt az öröklés kérdését, hiszen Naruhito hercegnek magának nincsen fiú örököse, csak egy kislánya van, Aiko hercegnő, de az öcsének van fiú utódja, és ebben azt hiszem, hogy nagyon, nagyon konzervatívak, nagyon merevek. Ön ugye nyelvész és kommunikációs szakértő is, könyveket is írt az interkulturális kommunikációról. A női kommunikációnak vannak sajátosságai Japánban? Tehát például két nő egymás között, vagy egy nő egy férfivel nyelvileg másképp kommunikál? Abszolút, mint... abszolút, még a mai napig is. Mai napig is ezt ugyan ilyen modern, főleg amerikai iskolákon nevelődött nyelvészek próbálják bizonyítani, hogy nem így van, de valójában így van, tudnék azonnal felismerhető, mondjuk a második mondat után, mondjuk, ahogy felvételt hallok, akkor a másik mondat után meg lehet állapítani, hogy az illető férfihez beszél, vagy nőhez beszél. Ragozásból, vagy illető... hangvételben, vagy hogyan? A lexika, igen, tehát más szavakat használ, a ragozás is más, az intonáció is más, a hangmagasság is más. Tehát abszolút a mai napig is ez érvényesül, és hát igazából a nőiség egyik attribútuma az, hogy valaki tud nőiül beszélni. Na most a mai tinédzserek, leánykák, azok ugye nem csak vihognak a metron, és hihetetlen módon öltözködnek, hanem elindult egy olyan tendencia Japánban, hogy ezek a fiatalok, ezek fiúsodnak. Tehát fiúsodnak viselkedésbe, fiúsodnak kommunikációba, fiúsodnak szóhasználatba. Tehát, hogy mondjam, a két... nem, a női és a férfi nemnek a közeledése Japánban, az úgy, a fiataloknál nagyon sokszor ezek a lányok, ezek fiúsodnak. Ugyanakkor, és akkor ez egy nagyon különleges japán sajátosság, a felnőtt generációban, tehát a 20 éves fölötti generációban, ott viszont azt tapasztaljuk, hogy a férfiak női esednek viselkedésbe. Nem annyira szóhasználatban, nem annyira kommunikáció, viselkedésbe. Tehát ott meg egy ilyen feminizálódás zajlik. És hát ebből az van, hogy ezek a
hogy mondjam, viselkedés minták, ezek így nagyon most így úgy tűnik, hogy így egymást így kezdik így felülírni. Tehát ez egy nagyon érdekes folyamat nyelvészetileg. Nagyon köszönjük Hidasi Juditnak, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották. A műsort Salád Gergely és Szilágyi Zsolt vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven ott vagyunk a SoundCloudon és a különböző podcast alkalmazásokban. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőket. A viszonthallásra! また記憶を突き刺す焼けた匂い